És akkor térjünk át egy olyan dologra, mint a lazac rózsa. Mégpedig azért, mert ugye a lazac az egy késztermék. És általában nagyon elegáns dolognak számít. Mi lenne jobb alkalom, mint hogy egy lazacot föltálaljunk, mintha nem a karácsony. És ha már a füstölt lazacot föltálaljuk, akkor adjuk meg a módját. Lehet készíteni törmelék ilyen füstölt lazacból, mondjuk lazactatárt, de mondjuk a lazacrózs az egy nagyon szép dolog, ha úgy tálaljuk. Na, ehhez a következőre van szükség. Első körben készítünk egy mézes mustáros öntetet magához a lazac. Jó, abban maradtunk, hogy 4 evőkanál mustár és 4 evőkanál méz, ezt simára keverem, tehát ő lesz az öntete. Azt mondja, hogy 1, 2. Én most nem csinálok ám olyan sokat, mert csak egy adagot meg fogok mutatni, hogy kell tálalni, úgyhogy azért én most csak 3 kanállal készítek, de a lényeg az, hogy felesben kell használni, tehát ugyanannyi méz, ugyanannyi mustár. Egyetlen jó tanács, hogy a mustár az ne legyen édes, mert akkor ennek az egésznek az íze teljesen elmegy egy ilyen édes irányba. Így viszont egyensúlyban marad, hiszen a mustárnak a savassága ott van, és ez a mézzel kiegészítve nagyon finom. Tehát van nekem egy ilyen öntetem, ő lesz majd magához a lazachoz. Ezt rögtön tegyük is be egy ilyen cumiba, csak azért, hogy szépen tudjunk majd formázni vele. Ez védőháló nélkül ragyogóan megy nekem. És szerintem az egy adaghoz most ez elég is, nem csinálok vele több ügyet. Így. Mi kell még nekem a díszítéshez? Kelleni fog, ugye magához, hogy a rózsát föltegyük, kellenek majd, ugye a rózsának is van ugye szára. Vagy szár, hogy hívják? Nem szárnak hívják, gyerekek, ami rajta van a virág? Vagy hogy hívják? Na jó. Azt mondja, hogy imádom ezeket a szerszámokat, ezzel pedig ma már dolgoztam. Jó, sikerül. Tiszta Amerika. Itt most kivételesen csak a uborkának a héjára lesz szükségem, és mindjárt megmutatom, hogy hogy. Azt mondja, hogy vegyük elő egy deszkát. Így, a tányérkám ott van. És, de akár kezdhetünk is a rózsa formázásával, és utána majd szépen föltesszük az ő szárát. Nézzük magát a lazacot, amihez én előveszek egy kisebb kést, hogy el tudjak vele kezdeni dolgozni, és itt mindjárt mesélek majd a dologról. Ez egy olyan fajta lazac volt, amit lehetett látni, tehát amikor megvásároltam, az egészet lehetett látni. És ennek azért van szerepe, mert akkor láttam azt, hogy ezek gyönyörű szeletek, fogok tudni belőle rózsát készíteni. És itt én ezt a következőképpen kell mindig rózsát készíteni. Az a része, van a lazacnak az a része, ami teljesen sima. Ő lesz nekünk mindig alul, és ez, ami már szinte ilyen sziromszerű, ő lesz fölül. És de visszaveszem a szememet, mert különben nem látom, és akkor nézzük csak. Ugye ezek hajszálvékony szeletek, így nem annyira könnyű velük bánni, de a lényeg az, hogy elkezdem föltekerni ezt a szeletet. Így. És amikor megvan, akkor egyszerűen csak visszahajtogatom egy nagyon picikét. És már is elnyerte azt a rózsaformát, amit én szeretnék. Így. Lehet azt csinálni, attól függ, hogy mennyi lazacot szeretnék betálalni. Egész nyugodtan lehet azt csinálni, hogy 2 szeletet tekerek egybe. Így. Ugyanúgy elindítom a tekerést, mint az előbb. Csak ez egy kicsit, ugye nagyobb rózsa lesz. Kicsit vastagabb,
kicsit jobb képű. Tehát lehet így is készíteni, ez mindenkinek ízlés dolga, de ez így kettővel talán még szebben néz ki, akkor a másik, a kicsi, az lesz neki, azt mondjuk, hogy akkor még az csak egy ilyen fejlődő rózsa. Na, készítsünk még egyet, és nyugodt lélekkel meg lehet azt tenni, hogy ezt a lazacot, van nekem kapor, amit én apróra vágtam. Ez megint ízlés dolga, hogy akarja-e valaki. De ugye meg tudjuk tenni azt, hogy ezt a lazacot, ezt csak itt a szélét, persze nem ezt, amelyiket én forgattam, mert ugye ez most az alja, hanem azt a szélét, amelyik majd a rózsa lesz, így megforgatom kapor. De az se baj, ha mind a két része meg van forgatva. Már folytatom is a munkát azzal, hogy elkezdem gyönyörűen föltekerni, így, és akkor lesz nekem egy ilyen kicsit kapros szegélyű, de jóképű lazac rózsám. Így. Lehet választani, ugye, lehet látni, teljesen mindegy, hogy melyik utat járjuk, kinek mi a kedvence. És akkor itt van az, hogy megint szerencsésen jutott egy akkora pici lazac, amivel nem nagyon tud az ember mit kezdeni. Úgyhogy ezt az elsőt, amit ilyen picikére tekertem, ezt simán kibontom, és azt mondom, hogy duplán tekerem, így, és van egy gyönyörű nagy lazac rózsám. Tehát akkor van három ilyen jóképű rózsám, és akkor még egy percet beszéljünk a lazac rózsáról. Ugye azt mondtam az elején, hogy ebben a csomagban én tökéletesen láttam, hogy mit vásárolok, és ebben az a szerencse, hogy akkor tudok úgy kalkulálni, hogy ez egy 10 dekás füstölt lazac, 6 szelet, így előételnek, még sok is. Tegnap vásároltam egy másik fajta lazacot. Azt mondtam, hogy milyen jól járok. Ez volt egy ilyen 30 dekás lazac, összesen 7-es szelettel. Egyet tegnap azért megettem belőle, hogy legalább az íze jó-e. Na, tehát 10 deka 6 szelet, 30 deka 7 szelet. Ez azt jelenti, hogy eleve brutál vastag volt. De ez még hagyján, mert föltekerem én, hogyha vastag. Igen ám, csak hogy ez a lazac, ez bizony törik. Lehet látni, atomokra van hullva. Ilyenkor mi a teendő? Túl az, hogy az ember elkezd mérgelődni, azt mondja, hogy semmi baj, megpróbálja ezt is föltekerni, hiszen utána, ha visszahajtja, akkor még ebből szintén tud valamilyen szinten rózsát csinálni, ha nem is olyan szépet, mint itt. De a legfontosabb, tehát még egyszer, tegyék meg azt, hogy amikor vásárolnak, győződjenek meg arról, hogy milyen a csomagolás, amelyikben nem látnak bele, azt ha csak nem lazac tatárt szeretnének készíteni, akkor inkább kerüljék. Tehát ha lazac rózsát szeretnének készíteni, akkor inkább olyan terméket válasznak, amiben belelátnak. Na, ennyi volt akkor a hosszú beszéd, mert azért, szóval megmutatom, azért ő is egy, itt mutatom a felsőbe, tehát ő is egy szeletelt lazac, ugyanebben az árban. Tehát én ezzel azért nem volnék nagyon kibékülve. Most persze megpróbálom ezt is föltekerni, de ez szinte reménytelen. Tehát jó, valamennyire meg lehet ezt is csinálni, de nem lesz olyan szép. Jó, következik az, hogy vágunk, megvágjuk a szárát ennek a rózsának. Ugye van három rózsám, akkor az három szálat jelent, egy, kettő, három, méghozzá nem olyan túl vastagokat. Ezt próbálnám én is itt összehozni, így. Na nézzük. Tehát, ő az egyik, mondjuk így. Jó. Miután ezért az uborka héj nem egy drága mulatság, így akkor sincs baj, hogyha egy kicsit elfaragunk belőle, de tényleg azért legyen valamennyire szép. Itt a második, így.
És akkor nézzünk egy harmadikat. Közben Anikó azt mondta, hogy szép. Én azt gondolnám, hogy a karácsonyi előételnek ez tökéletes. Így, né? Akkor megvan a harmadik szál. Ugye milyen van még egy ilyen rózsának? Hát mindenképpen van neki levele. Mondjuk fene tudja, hogy milyen levele van egy rózsának, bár körülbelül mindegy, egy picit szúrós meg egyéb, de most azzal azért nem bébelődünk már. Azt nézzük meg, hogy talán így. A lényeg, aki ügyesebb, mint én, az szebb levelet tud csinálni, aki kevésbé ügyes, az nem csinál annyira szép levelet. De próbáljunk néhány levelet készíteni így a rózsához, és utána már nem sok mindenünk van ám hátra. Ami fontos, senki ne felejtse el a forró pirítóst hozzá. Így. Ne csak egy oldalon legyen itt neki levélkéje, legyen így is. Meg ha már kaszaboltam, akkor legyen itt is. Itt mindössze annyi a teendő, ha valaki eldöntötte, hogy ezt az előételt szeretné készíteni otthon, akkor faragjon egy pár ilyet előre, és tálaláskor tényleg csak dobálja rá az ételre, és kész is van. Jó. Én most azt mondanám, hogy ezzel nem foglalkoznék többet, de honnan jön nekünk a rózsa? Hát minden esetben valami fűféléből nő elő, ugye? Úgyhogy csináljunk, vágjunk egy kis füvet neki, és a fű ezúttal nekünk a jégsaláta lesz, méghozzá nagyon apróra vágva. Így. Gyakorlatilag itt van a fűágy, amiből kinőnek nekem ezek a jóképű kis lazacok. Az egyébként nem baj, hogyha a tányért nem koszoljuk továbbiakban össze kaporral, úgyhogy pillanat türelmet, ezt eltüntetem. Ezt egy nagyon picit letörölgetem, így. Értelemszerűen letörölgetem a tányért is. És akkor már csak annyi feladatunk van. Ugye mivel szokás díszíteni? Tehetünk rá citromot, tehetünk rá olajbogyót, és ami fontos, tegyük főre a mártást. Egy pillanat türelmet megnézem, hogy ebből a cumiból ebből hogy folyik ki nekem. Jó. És akkor nézzük csak, hogy hogy tegyük föl ezt a mártást. Mondjuk tehetünk egy pici napocskát ide fölülre, és akkor azt mondjuk, hogy tüzesen süt le a nyári nap sugára, az ég tetejéről a lazac rózsára. Na, én kérek elnézést, Petőfi Sándor, tartozott ide, hülyeség. Jó, felejtsük el. Tehát nézzük, hogy tesszük ide ezt a mártást. Mondjuk azt, hogy ebből a fűből nőhet még ki másféle növény. Ugye? És akkor erre a másféle növényre, mondjuk legyen ilyen jó fej, hogy így, nem tudom, legyen ilyen alakja, legyen egy, amit csak így körbe pöttyözünk. Ez mindenkinek a saját ízlésére, eleganciájára van bízva, hogy hogy oldja meg, de meg lehet ezt szépen csinálgatni. És gyakorlatilag ennyi. Innentől kezdve szasztorra lehet adni forró pirítóssal. Én azt mondom, hogy tekintsék meg, a lazacrózsa összesen ennyi,